Ezt az epizódot csak egy kis emlékeztetőként szeretném itt hagyni, hogy a teremtésben bizony nincs ünnepnap. Ez azt jelenti, hogyha például a karácsonyi időszak alatt a teremtő energiánkat sokszor hajlamosak vagyunk arra fordítani, hogy felesleges drámát és zűrzavart hozzunk létre, és azt az energiát, amit mondjuk eddig alkotásra fordítottunk, azt ilyen felesleges dolgokba rakjuk bele. És csak szeretném itt hagyni tényleg ezt a kis epizódot, hogy lehet másként is működni, és nem kell létrehoznunk drámákat, nem kell létrehozni bármit, hogy az unatkozás helyett tényleg zűrzavar teremtsünk. És ez az epizód ugye december 24-én jelenik meg, de persze utána is érdemes még meghallgatni. Szóval először is nagyon boldog karácsont kívánok mindenkinek, így a Nicolette.com nevében. És ha még nem hallgattátok meg, akkor mindenképpen érdemes meghallgatni Nicolette-től az ajándék karácsonyi hanganyagot, a Nicolette.com/karácsony oldalon elérhető. És ebbe az epizódba még mesélek egy kicsit a teremtésről, és hogy valójában akkor is teremtünk, amikor nem vagyunk tudatában a folyamatnak. Na de hogy mit jelent ez, az adásból kiderül. Itt Chris, ez pedig a Nicolette.com podcast bizniszei adása. Lehetőségekkel teri álmomban folyton csak változtam, mindig is kellett a tér, bizniszel, hisz ez viszel. Siker kapujában várlak, menni kell. Ott van a benned rejlő tudás, a futás, gyújtsd be a rakétáid, a nyomás. Bizniszel, hisz ez viszel. Siker kapujában várlak, menni kell. Ahogy a bevezetőben említettem, a teremtésben nincs ünnepnap, a teremtésben nincs szünet. Szóval ez egy folyamatos dolog. És szerintem az a nagyon izgalmas, hogy ilyenkor a karácsonyi időszakban azért picit jobban ellazulunk, relaxálunk, és ilyenkor nem a kellből fogunk teremteni, hanem egy tök más térből. Mert hát teremtő lények vagyunk, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy amikor például van egy kis tér a napunkba, és megjelenik valamilyen inspiráció, akkor nem érdemes ezt lefojtani magunkba, hogy jaj, most nem fogok teremteni, meg nem fogok dolgozni, mert karácsony van. Az, hogy mi munka, meg mi nem munka, azt érdemes ilyenkor félrerakni, mert szerintem mindenki tudja jól, hogyha ott van ez a teremtő energia, ott van az, hogy na most van itt a tér, most van itt az idő valamire, akkor azt maximum megállítani tudjuk, és ilyenkor karácsonykor sem érdemes megállítani magunkat, nem érdemes megállítani a teremtéseinket, hanem ha tényleg ott van az energia valamihez, akkor érdemes leülni és elkezdeni alkotni. Lehet az, hogy valamilyen ötletet elkezdek kibontani, vagy lehet, hogy valamilyen sokkal komplexebb dolog, ami már a 2024-es dolgokat tudja előkészíteni. És ami még fontos, hogy ilyenkor végre nem a 24/7 munkából áll az életünk, és azon pörgünk folyamatosan, hogy jaj, mit felejtettünk el, hanem megjelenik egyfajta tér, mert a teremtést nagyon sokszor hajlamosság vagyunk munkává tenni. Szóval az, hogy egyenlővé tesszük az, hogy munka, meg dolgozás, az, hogy teremtés, holott akkor is teremtünk, amikor relaxálunk, és egy teljesen más térből tudunk ilyenkor teremteni, amikor nem a kellből hozunk létre, hanem ebből a térből. És ez az időszak tökéletes arra, hogy így eltávolodjunk a meglévő dolgoktól, és így fel tudjanak bukkanni tök új inspirációk, mert a mindennapok pörgésével sokszor annyira tele van a napunk, hogy nincs idő arra, hogy valami teljesen új dolog megjelenjen. Viszont ilyenkor a karácsonyi időszak alatt lehet, hogy éppen kimegyünk egy nagy sétára a természetbe, vagy lehet, hogy éppen az ünnepek között találkozunk valamilyen ismerőssel, és kimegyünk kávézni, vagy csak lehet, hogy így magunk ülünk ki egy jó kis kávézóba, talán a frissen megjelent naplóval, hogyha még nem szereztétek be, akkor érdemes, mert az így 2024-et nagyon-nagyon be tudja indítani. Vagy esetleg csinálunk valami teljesen új dolgot, ami kizökkent minket a megszokott kerékvágásból, és csak erre szeretném itt fölhívni a figyelmet, és itt hagyni ezt, hogy ilyenkor lehetőségünk van relaxációból teremteni a kell helyet, és hogy ezt a teremtő energiát, hogyha ott van bennünk az inspirációt, szívesen létrehoznánk valamit, vagy egyértelműen ott van a jel, hogy na, ezt csak most tudom létrehozni, akkor nem érdemes elhesegetni, és ezt a teremtő erőt meg energiát nem érdemes abba szárni, hogy fölösleges drámát hozzunk létre így a karácsonyi időszak alatt, mert hát ilyenkor azért könnyű belemenni mindenféle dolgokba, szóval erre biztatok mindenkit, hogy ilyenkor sem érdemes megállítani magunkat, hanem hogyha ott van az energia, akkor menjünk vele. A másik dolog, amit még szerettem volna behozni,
hogy így a karácsonyi időszakban, vagy így az ünnepek alatt, vagy az ünnepek között, hogyha például ránézünk az évre, és ráhangolódunk 2024-re, akkor fontos, hogy ne a meglévő dolgokból induljunk ki, és a meglévő életünket, a meglévő munkánkat, a meglévő teremtéseinket ne tegyük ilyen referenciapontokkal, amihez mindenképpen igazodnunk kell. Ez azt jelenti, hogyha például ránézünk arra, hogy jaj, hát akkor 2023-ban ennyit tudtam elérni, akkor a következő évben, 2024-ben, hát kb. Ennyit leszek képes elérni. Na, ezt nem érdemes csinálni, mert ilyenkor már alapból egy ilyen limitet rakunk a teremtésünkre. És fölmerülhet bennünk még az is, akár hogyha ilyen korlátozó dolgokat nézünk, hogy jaj, hát 2024 miért lenne más, mint 2023 volt, az elmúlt egy évben sem tudtam ezt megvalósítani, hát akkor a következő évben miért lenne más? Na ezek pont azok a nézőpontok, ezek a gondolatok, amelyek le tudnak lassítani bennünket, de hogy elkezdjük használni azokat az eszközöket, amiről én is mesélek ezekbe az adásokban, meg Nicolette is folyamatosan mesél az ő epizódjaiba, és itt hétről hétre rengeteg hasznos eszközt osztunk meg, akkor egy új valóságot lehet teremteni. És éppen ezen a héten a Brilliance Business programban hetente készítek egy jó kis hanganyagot, és ott arról volt szó, mert kérték így a közösségben, hogy meséljek egy kicsit arról, hogyha most indulnék a nulláról, akkor mit tennék. És ott egyébként van szó kicsit bővebben erről, hogyha még valaki éppen nem tag és érdekli őt, akkor érdemes emiatt becsatlakozni, mert tényleg jó az a hanganyag. Na, de itt szeretném ezt behozni, tényleg, hogyha itt van bennünk az, hogy szeretnénk valamit elindítani 2024-re, akkor mindenképpen ezeket a referenciapontokat, ezeket hagyjuk békén, és inkább legyünk egy kicsit kérdésben. Egy ilyen kérdés lehet az, hogyha például most kimondottan a bizniszt nézzük, hogyha senkit nem láttam volna még bizniszelni, akkor hogyan csinálnám? És ezt a témát, ez bármire rá lehet építeni, mert sokszor tényleg így a meglévő dolgokból indulunk ki, hogy mi megvalósítható, nem valósítható meg, de hogyha még, és hogy mások hogyan valósították meg, de hogyha nem másokat tekintek ennek a kiinduló pontnak, hanem a végtelent, azt a végtelen teret, na akkor milyen dolgok jöhetnének létre? Másik ilyen dolog, amit szintén behozok ide, az az, hogy például mi lenne, ha már a nulladik perctől kezdve élvezném a folyamatot. És a 2024-et nem úgy mennék neki, hogy van egy ilyen végtelen hosszú listám a teendőkkel, hanem egyszerűen csak követnénk az energiát. És hogyha ott van bennünk az az energia, rá vagyunk hangolódva arra az energiára, hogy mi az, amit szeretnénk létrehozni, akkor így folyamatos kérdésben vagyunk, hogy na ez a tett, ez a cselekedet, ez oda visz. Vagy mondjuk az az ember, akivé válni szeretnék, az mit tenne ebbe a helyzetbe. És itt az energiakövetésnél tényleg ez fontos, hogy ez nagyon sokszor, vagy a legtöbbször nem egy ilyen logikus lépéseknek a sorozata, hanem pont úgy tudunk ráállni egy ilyen gyorsító pályára, hogyha az energiát követjük, és ha ott van bennünk az, hogy fú, ez nagyon necces lenne, ebbe akár meg is semmisülhetnék, de érzem, hogy ezen az úton kell mennem, akkor bizony érdemes ezt a lépést megtenni. És még a karácsony kapcsán gyakran föl szokott merülni, és nálam is így elő szokott jönni az úgymond rendrakás, és leginkább itt olyan módon, hogyha mondjuk a teremtést nézzük, hogy nálam így a céges dolgokban, hogy na, akkor megnézem, hogy mi az, amit mondjuk fölöslegesen csinálunk, vagy ez, amit mondjuk eddig 5 lépésből hoztunk létre, azt hogyan tudjuk 2-ből megtenni, mert ez is szerintem egy izgalmas dolog, hogy például elindítunk valami újat, kialakulnak folyamatok, aztán utána mindig újabb és újabb és újabb dolgokat hozunk létre, de a régi dolgok azok ugyanúgy működnek, de lehet, hogy azzal tudunk valamikor előre lépni, hogy vagy kiszelektáljuk a régebbi dolgainkat, vagy valahogyan egyszerűbbé tesszük. És hát egy izgalmas dolgot is majd be fogok hozni, ezt majd a következő adásban fogok erről részletesebben mesélni, hogy ha csak egyetlen listát írhatnék 2024-ben, akkor milyen lista lenne az? Erről fogok mesélni a következő adásban, de még így a karácsonyi időszakhoz kapcsolatosan tényleg annyit szeretnék, hogy nagyon boldog karácsonyt mindenkinek, így az egész Nicolette.com csapat nevében, és emlékeztetőként itt hagyom, hogy a teremtésben nincs ünnepnap, szóval a teremtésben nincs szünet, folyamatosan teremtünk,
és most karácsony alatt a mindenféle drámák helyett lehet, hogy létrehozhatunk valamilyen izgalmas dolgokat is, hogy a kérdésben vagyunk. Hajrá, teremtésre fel, és boldog karácsonyt! Sziasztok!